egy csészete a mellett. Kötetlen beszélgetés keretében találkozott Botlik Anita a könyvtárban azokkal, akik szeretnek rendszeresen olvasni. Hagyományteremtés céljából szeretné életre hívni az önkormányzati képviselő a Marosmenti Könyvklubot, amelynek céljáról örömmel mesél stábunknak. Egy olyan közösséget hozzunk most itt létre ezen foglalkozáson, ahol hasonló érdeklődésű emberek hasonló témakörökben kötetlenül egy csészete a mellett tudnak beszélgetni. Az én idejüket itt ki tudják tölteni. Az első célzott közönségem az úgy gondoltam, úgy terveztem, aztán majd most ki fog derülni, úgy terveztem, hogy a 30-as, 40-es, 50-es éves korosztályt szeretném megszólítani elsősorban, ezért olyan tematikájú könyveket és írókat hoztam el a mai nap folyamán, amely úgy gondolom, hogy közkedvelt és érdekelheti őket. Hát hoztam el Jakob Cseh Gabriella könyvet, hoztam el Musszó könyvet, Monyót. Az előbb említett könyvek az első találkozás alkalmával sorsolás útján találtak gazdára. Igen vegyes korosztály sikerült megszólítani a Botlik Anitának, mert egészen fiataltól az idősebb korosztályig jelen voltak a találkozón. Az eseményen részt vettek többek között Székely Ildikó, Cirbus Gábor és Kovács Sándor önkormányzati képviselők is. A szervező továbbá arról is szót ejtett, hogy fiatalon a barátnőivel is szerveztek maguk között könyvklubot, amely remek lehetőséget teremtett arra, hogy megbeszéljék és megosszák az élményeiket. Azonban ez idővel elkopott. A munka, a magánélet és a családalapítás alkalmával. Botlik Anita időszerűnek tartotta azt, hogy újra felelevenítse ezeket az élményeket, és életre hívjon egy olvasni szerető közösséget. Mert szerintem nagyon jók voltak, és nagyon hiányozhat a könyvbarátok életéből egy ilyen program lehetőség. Én magam is nagyon sok könyvet olvasok, és a másik gondolat, amiért ez a könyvklub létrejött, hogy mivel sajnos a nyomtatott könyv nem olcsó manapság, tehát azért komolyan 5-6 ezer forintokat is elkérnek egy-egy könyvért, regényért. Én úgy gondolom, hogy így kölcsönösen egymás között is tudunk segíteni, csereberélni könyveket, nem kell havonta, én legalább 4 könyvet kiolvasok, és van, aki szerintem még ennél jóval többet is, és nyilván gazdaságosabb is egy ilyen klub keretén belül egymás között cserélni könyveket, mint megvenni. A Marosmenti Könyvklubhoz bármikor bárki csatlakozhat, mivel minden hónap első csütörtökén lesznek a találkozók a bibliotékában. A következő alkalomra március 7-én kerítenek sort, amelyre minden könyvbarátot várnak szeretettel.